ezt ott betengítjuk. És megy. Felvezetőként egy kérdés tőlem, ki az, aki közöltek már fejeztet valami bármi programozás nyelven, tegye fel a kezét. Mindenki. Köszönöm szépen. Ki az, aki szereti a csokit, tegye fel a kezét. Nagyon szereti mindenki, örülök. A szervezők mind mindig nagy lelkűek voltak, de remélem, én szeretnék felajánlani három csokibogós zacskót, a három nagyobb megfejtő zacskót, aki megfejti, hogy hol van itt a hiba. Annyi segítséget adok, hogy ez a program elszállt szegmentációs hibával, six-step volttal, tehát is úgy tenni át a program. És betöltöttem a portfájt debuggerbe, és ez, amit most látunk, itt áll a megfelelő forrás kódrészlet, itt van a hívási lánc, milyen függvényeken, itt vannak a változók, segítség, hint-hint. Egy megfejtés. Gyere ide, súd a fülemre. Más valaki közben jelentkezzen, első három helyezés. Kettő. Igen. Még valaki? Még néz a mást, igen, de egy megfejtést megkaptunk. Igen, gyere. Még próbálkozz egy kicsit. Igen. Második megfejtő, még egy megfejtés esetleg. Adós. Még valaki? Jó? Igen? Meg lesz? Ki ez meg lesz? Kiváltom a részletet, mert kicsi a képernyőn. Jó. Esetleg helyes megfejtő közül valaki felállal is szeretné velünk egy pár szóba. Én azt látom, hogy a transport nincsen visszavizálva valahogy, és ezért múl. Igen. Utána azt referálni akarja. Igen, azt látjuk, hogy itt ez utasítás, ez pointer, referencia, struct, annak egy eleme, és null pointer, referenc. Klasszikus C-s probléma, de bárki előfordulhat. Akkor ez lehet, hogy a közös megérdem. Biztosan kevér. Lehet lesz még lehetőség, még van még a felkizságból. Tehát miről szól az előadás? Az a célom, hogy a közönség sorai közül minél többen tudjanak nyílt forrású szoftverfejlesztésében részt venni, és ezáltal termelni, úgymond a GDP-t a nyílt forrású közösség számára, ugye sokan promóztunk közünk. Tegye fel a kezdet, aki nyílt forrású projektbe is promózott már. Elég sokan. Arról, de nagyon helyes. És szeretné gyorsan bemutatni általában, hogy hogy működik mondjuk egy hiba bejelentése, kinyomozása, javítás felküldése GitHub-ra. Sziszonyosan keresztül mutatom be ezt, az egyik kedvencem, a Mobi az nyitvárású GPL és LGPL licenszű, úgyhogy bárki kontribútálhat. Annyit lehet érdemesre tudni, hogy egy blogging rendszer hasonlít a SurnalD-hez, AirSysokhoz, hogyha valakinek mond valamit, de voltak disztribúciónk, amik mi is defaultok voltunk. Itt jönnek a logók, rengeteg Big Data adatforrásunk van. Hát ez annyira ebből a tanulság igazából, hogy talán megvan, hogy bár C-ben a jövő a magja, magának a Sysur Engine-nek a teljesítmény miatt minél jobb, gyorsabban dolgozza fel a napokat és filterezze és oszta szét, de ettől eltekintve mondjuk aki C, Python, Java, Lua, Perl vagy esetleg a Rust nyelveket szereti, az is kontribuálta és írhat modulokat nekünk, be tudja csatlakoztatni a rendszerünkbe, vagy akár, hogyha mondjuk van egy újabb kedvenc keretrendszer, nincs felsorolva, mondjuk azt is bekötheti, szívesen várunk minden kontribúciót. Van benne a repozitoriba is, APT, Yami, Merge, egyéb distróba is, kicsit régebbi verzió, de azért stabil. Viszont van egy OpenSUSE Build Service-es friss buildünk, ez mindig az aktuális forrásból épül, hogyha valaki ezt hozzáteszi a adatforrásai közé. Build OpenSUSE.org project, meg lehet találni a diákat azt odafogadni, a linkeket kinek más anyagból, és akkor teljesen friss változatot lehet a repozitóriumot most átérdelni. És persze nincs is jobb annál, mint hogyha magát a forrást kölcsönzünk ki. Look, use the force, ugye
úgyhogy magán a GitHub-on kikölcsönözhető, a SysONG éppen aktuálisan fejlesztett forrása, tehát a fejlesztésünk az publikus nyitott, tehát folyamatosan, mint dolgozunk, azt mindenki valós időben látja az egész világ, és valós időben is kontribútál, mert nincsen kettős forrás, vagy ilyesmi. Jó, hiba-illusztráció érdekében. Beszélve a szintén sok ember a Git-et sokan ismerik, tényleg felkezdetek ide, a Git-et ismeri, vagy verziókezelő, szóval mindenki, köszönöm szépen. Vagy mondod? Angela Merger. Lényeg, kikülcsönzik egy régi változat, ezt a hibát. Ezt a hibát még nem javította ki. Szépen kedvenc van a Git-ke egyébként, nagyon sokan ismerik közöltek, és kiválasztottam egyet, ami ezzel a hibára rendelkezik. SysONG-hez ugye kritikus, hogy egy konfigurátor logging rendszer, naplózó rendszer, és maga a konfigurációban a tudás egy része elrejtve. Nem szeretném most minden soron végigmenni, de egy nagyon gazdag konfigurációs nyelve van, rengeteg példát tudunk csapban is, weblapokban is. A hiba előidézése szempontjából annyit kell tudni erről a fájlról, hogy most kettő része van. Itt ez a felső blokk, ez a bemenet, hogy honnan olvassuk ki a naplókat, és a destination, hogy hova fogjuk írni a naplót. Feldolgozás ebben az esetben most itt a jelenkedőnek nincsen, összekötjük a forrást a célral, és itt azt kell észrevenni, hogy a hagyományos SysOg protokoll TCP-n keresztül várnánk logokat, localhost 2222 porton, TLS titkosítással, de a kulcsfájlt kihagytuk, véletlenül. Ugye az egy belül akkor is mondjuk, hogy ha lejárta a certifikáit, vagy invalid certifikáit, minden más esetben ez a legegyszerűbb ügynökkel szempontjából. És belépünk SysONG könyvtárba, ahol lefordítottuk. Érdemes beadni neki olyan akciókat, hogy legyen verbozális, ne menjen démonizemmódba, lássuk a kimenetét, csak meddig megáll. Konfigurációs államot, amit előbb szerkesztettünk, azt adjuk neki. Core fight dobás ezt engedélyezik ugye. És próbálunk netkettel csatlakozni, 22-22-es portra. És már ebben a pillanatban már Segfault portánt. És előtte gyanús árulkodó sorok mutatják azt, hogy Európai TLS filename semmi, ezt láttuk, és ezért tudta a TLS transportot beállítani, és Segfaultot az első ilyen bemutatott csoki golyós hiba miatt, és ilyenkor egy DMSP is kaptunk üzenetet, hogy melyik IP címen történt ebbe, SysONG show file-ba. És ilyenkor mit csinál az ember, mint felhasználó? Bejelenti a hibát, ugye? De ismertesen, mert egy open source projekthez úgyis hozzád járulni, hogy egyszerűen csak szólunk, hogy hello, ezt légy szíves, javítsak ki valaki, mert itt valami gond van. Az is nekünk nagyon nagy segítség, hogy a ti használt esetekben, ami teljesen fura kombinációban előjött valami olyan probléma, ami mondjuk nekünk fejlesztéskor mondjuk eszünkbe se jutott volna. Úgyhogy több szerint többet lát. Úgyhogy bátran a GitHub projektünkön valamit SysONG issues new prick, és lehet írni a problémát, a verziót, ami használtuk az üdvözéshez, a master, legfrissebbet, mi input adatokkal próbáltuk, magát a core dump file-t, amit generált a Segfault, egyéb körülményeket esetünk speciális körülményekkel hozzá. Ha pedig kérdések van, akkor van a levelező listánk is, az is nyílt, a DM elérhető a linkje, arra is lehet csatlakozott, és lehet buta kérdéset feltett, buta kérdésnél ülünk legjobban egyébként, ez azt mutatja, hogy rosszul vagyunk dokumentálva, szinte a mi hibánk. Tehát, ha ne érezzük magam, tehát buták menni, az a mi hibánk, hogy a dokumentációnk kell javítani, és szívesen javítunk a dokumentáción is. GitHub, be sem mutatom, mindenkinek van GitHub accountja, ingyenes, klik-klik. Szintén GitHub fakjúban benne van, hogy hogyan lehet beállítani azt a GitHubot a lokásgépen, SSH autorizáció, hogy tudjunk kikölcsönözni, változásfeltörő a standard frequentness questions-ből. És akkor ez itt a github.com/balagit/SysONG, ez a fő oldalunk. A Balagit az mi vagyunk, SysONG a mi termékünk, nem dolgozik az atya, Balázs is. És itt van egy nagyon szép kis fork-komp, itt egyelőre 79 forknál tartottunk, még egy hete, amikor a screenshot készült, és 220-an csillagozták meg a repunkat, bátran tegyétek ti is, mindkettőt. És hogyha egy fejlesztő javít egy hibát, akkor az első teendője az, hogy leforkolja a saját részére az egész repót, és akkor lesz a saját SysONG-jén. Megteheti nyílt forráskód, licencekkel teljesen van, és mindenki bátorítunk, hogy forkolja és játszon vele. Igen, Git GUI-ben rögtön mondom, parancsolatban használja, de értem, hogy ezeket parancsolatban használja a Git-et csak. Na hát azért, hogy harmada az embereknek. Ki az, aki valami GUI-t használ rá, valami grafis feltett, egy-kettő, azért parancsolatosak többen vannak. Jó. Úgyhogy, mondjad.
És miért mind a kettőt? Mind a kettőt, jó, és a mind a kettőt mindenki feltett, csak viccelek. Tizenben azért feltette, jó? Erről saját bújra, az is, úgy is ér, ha nyílt forrású, akkor úgy is ér. Jó van, és akkor érdemes beállítani a userdövet, akár a gitkonfig, akár így a GUI-ban, meg az e-mail címet, a kontribúciókhoz ez befejlődni az autó community infóba. Helyesélyes ellenőrzők mindenkinek beállnak figyelmébe, ez gyakori probléma az, hogy vannak elgépelések, sokkal professzionálisabban hat az, hogyha ha aláhúzza a commit message-be, és mert be se könyveljük úgy, hogy helyesélyes hiba, mert nem csinál használjuk a gépeket, hogyha bennekedéssel. Jó, megcsináltuk a ebben az esetben végig az anastóval. Én mindig jön, megcsináltuk a klont a Season Engine-ből, aztán csinálunk egy új branch-et, amin kijavítjuk ezt a hibát, elnevezem ezt fixed-éles szigszegvének ebben az esetben. Úgyhogy az javítás a saját repo-ban a saját branch-el fog történni, teljesen izolálva az eredeti Season Engine-től, ezt bárki megcsinálta közünk. Láttuk, hogy szigszeg folytot dobott az első TS konfiguráció az első BIOS szerint, és kaptunk egy core file-t az aktuális könyvtárban, ugye ez a programbelső adatát elmentett az abban a pillanatban, amikor hiba történt. Ezt én egyébként elképzel fejeztek, de van egy CodeLight-tal, NetBeans-el, CanDevelop-val, Vim-mel, Lanóval, bármilyen lehet fejezni. Emax, köszönöm szépen! Az a nélkül, hogy ezt a GDB-vel parancsolok is lehet investíni a kurfájlokat, de én Eclipse szeretne végig kattingatni, és a dia, amit láttuk. Hogyan investigáljuk a hibát? Nem tudom, hogy igazából megfejtőknek leorált a szeme, vagy mióta koncepció így rögtön rájöttek a problémára, vagy van C tudás tapasztalatban, bár minden ilyen belül fordul a C-be, Java-ban, C++-ban. Általában abban a sorban érdemes kiindulni, amiben éppen az aktuális hiba van, és akkor megnézzük, hogy az mit akar csinálni szépen, módosan, összeadjuk a referenciát, és megvan meg is, mi okozta a hibát, ebben az a sorban point of difference, akkor elkezdjük keresgélni, így visszamenőleg a hívás iláncban, hogy vajon logikailag hol lenne az a rész, ahol ez ered ez a probléma forrás, és lehet szematikai jól megfogni. Visszamegyünk egy stack trace-el is arra jutottunk, hogy ez csak továbbadja például a null pointert, ez még úgy csak továbbadja a null pointert. És eljutottunk egy olyan pontig, itt most a képernyő alján van a null pointer reference hívása, és látunk, ez mindegy nagy függvénynek a törzsiból, látjuk azt, hogy hogy jön létre a transport, hogy próbáljuk létrehozni a TLS transportot. És a hibajavítása nem egyszerű, hogyha a transportot nem tudjuk létrehozni, a titkosított transportot, akkor itt lépjünk és itt propagáljuk fel a hibát, ahelyett, hogy tovább mennénk. Mert ugye a C-vel kivitelkezést ugye nem szoktunk használni, úgyhogy visszatérési értékkel szoktuk ráncolni a hibát. Tehát a javítás, amit említettem, annyi, hogy ha nem transport, tehát a null pointer, akkor itt önfalsz, és propagáljuk a hibás irányba a fejjel. És ez egyébként egy korrekt hibaüzenetként meg fog járni, mint ahogy láttuk. És ha megvan a javítás, akkor a patchünk mellé, mint a legtöbb verszió követő rendszer, egy kommentet, egy commit message-et is ugye kell adni. Ez az, ami leírja, hogy mit csinál az adott patch, az adott commit, a hiten belül. Konvenció. Az a konvenció, hogy van a tetején egy összegzősor, ha ez kb. 64-70 karakternél keskenyebb, akkor GitHub-on nagyon jól néz ki, így ömlesztve a sok commit, jól áttekintetőek. Úgyhogy az első sor az egyenlő 70 sornál kisebb, az első egy-két szava az utaljon az, hogy melyik komponensben találtuk a problémát, vagy hogy javítottuk, ebben az esetben mindig a webszokatban látjuk. És összefoglaltam, hogy fixek, fault caused by any kind of TLS error. És ezen kívül részletesen ismerhettem, hogy mi az, amire vigyázni kell, milyen prekondíciók vannak, egyéb észrevételek. Egy érdekesség, a commitunkban lehetnek akció szavak. Ezt maga a GitHub értelmezi, és hogyha hátuljuk kedvéért fixes hashmark 695, ez azt jelenti, hogy ez a commit megfixelje a 695-ös issue-t. Az azt jelenti, hogy ha ez bekerül a főágra, a master-re, bemergeljük, akkor a GitHub magától le fogja zárni a kapcsolódó issue-t is, mert látja, hogy igen, ez a javítás megjelent a főágon, akkor kívánható a hiba magától lesznek külön követni. És az utolsó soron pedig aláírtam, hogy végén Tamás.
készítünk ezt javítást. Ha megvolt a commit-messzi szerkesztése, akkor bekommitáljuk a változtatásunkat, felpusoljuk ugye a shared GitHub-repo-ba. Ez a shared GitHub-repo. Most nem a sziszonyét nyitottam, mert itt volt egy egyszerű screenshot. És azt kell észrevenni, ki az, aki csinálta a pull request-et, tegye fel a kezét. Az elég sokan az embereknél, de mondjuk. Miután felpusoltuk a GitHub-ra a shared repo-ba a változtatásokat a branchünkön, akkor kiválasztjuk a branchet, fix tényleg szeg volt, és észrevesszük azt, hogy itt van mert egy new pull request gomb, és annyi az egész, hogy rákadunk a new pull request gombra, már fel is jelenti, hogy igen, mi változtatásainkat tegyek, kérem azt, hogy a valamit SysoGNG projekt az a saját Java-ra helyezze rá, tehát a javításokat azt vegy át tőlünk. Áttekintetjük, hogy a maga a pull request-be milyen módosításokat tettünk fel. Hát most a példámban egyetlen egy volt, ez egy másik példa. És OK gomb is már létre is a pull request, és megjelenik a pull request fül alatt az projekt áttekintő nézetében. Hát jelenleg 28 javítás van integrációra, bár jól elő megy, rengeteg feature edition van, tehát nem mindegyik javítás. Itt látszik az összefoglalóba. Egy pull request az nem csak egy lövök egyet a vegőbe és elfogom történet, hanem ez egy organikus élő egész. Az azt jelenti, hogy egy pull requestnél lehet sztorizgatni. Azt mondják a lévőrek, akik látták a javításunkat, hogy ej, ez igen. És a Bazsi azt írta, hogy hát mondjuk ezt a leírást ezt kicsit még szépíteni, átfogaznám. Jó, azután átfogalmaztam. És a review kommenteket ezt így egy szában nyomon követheti az ember. Akkor megcinkézhetjük ezt a bugot. A pull request-et egyelőre azt még, aki kapja Maria alapon nézegeti, mindannyian review-oljuk az összes pull request-et, amikor csak időnk engedi, nincs emberhez rendelve. Ugyanaz az interfésze megtekinthető az, hogy milyen változásokat hoz be ez a pull request. Itt aggregált formában szintén a patch-et láthatjuk. És az érdekesség, figyeljünk, a kezemre lehet csalok, tehát itt látjuk a változtatásokat, és hüpjük a trükk, nyomunk itt egy plusz gombot, és lehet kommentálni, hogy te figyelj, ebben a sorban nem tudnál egy új sort hagyni még légy szíves a komment fölött. És magának a változás csomagnak akár egyes sorait is tudjuk szépíteni, javasolni azt, hogy ezt a függvényt lehet máshogy hívd, és akkor egy állapotunk, hogy itt plusz itt erre vonatkozik az én kérdésem, és ez később is működhető, és ezt mindenek válaszolni. Ezen kívül az utolsó téma, most már gyengesen lefejezem, tehát itt látszanak egyenként a commitok, egyetlen egy commit van ebben a javításban, és van egy varázslat, egy zöld pipa hátsó sorban nem látják, azt írja, hogy itt a commit autor commitölt 2015. szeptemberre, és zöld pipa. Success Travis CI build passed. Ez azért fontos, meg egyébként itt lejjebb hogy itt is van egy zöld nyilacska, csak most nincs a képernyőn, nem fér ki. Miről szól ez az egész? Continuous Integration. Azon felül, hogy létrehoztuk a pull request-et, és beküldtük a GitHub tárolóba, abban a pillanatban rögtön elindult egy automatizmus a GitHub oldalon, ami által egy roboton keresztül az általunk definiált teszteken, teszteknek vetjük alá a pull request-et. Hogy lehet ezt elképzelni? Azt nem példákkal fogunk talán illusztrálni. Tehát, a Travis Continuous Integration Tool, amit a GitHub ad ingyen, bárki, aki csak használ a GitHub repóját, arra képes, hogy lefutasson egy általános scriptet, ott lehet sudozni, ATT-et installálni, amit akarunk, feltenni a függőségeinket. A mi beállítottukban sajátunk ott, hogy az egész SysOn Engine azt, amikor egy javítás csomót ad, akkor aki rögtön fordítsa a GCC-vel cillanga, hogy nagyon meg OSX szinkronitás bejön, vagy egyéb okból. Ezen kívül a warningokat is megnézi, úgyhogy bár fordításban még nekünk működött a javítás, de mondjuk szemantikai analízis azt mutatta ki, mondjuk valami huncutság vannak, mondjuk előjelek, vagy 64 bitet kasztoltuk 32 bitesre, és mondjuk ezt is megfogja, akkor is piros X-et kap valaki, hogyha mondjuk uninitialized változó van itt-ott.
ezen felül megnézzük még azt is, hogy nem felejtett el véletlenül valaki a Popper deklarációt bemásolni, mondjuk a GNU-GPL-es deklarációt, ez is néha előfordul, ez egy kis technikai apróság. Lefutatja az általunk definiált műteszteket, amit szintén segít a útlevérésben és a funkcionális teszteket, ami a magasabb szinten teszteli a rendszer. És szerintem ennyit elég is tűnye a Travis-ről, és mit vihetünk haza az egészből? Kontribúciót adni könnyű, adni jó, és egységben az erő. Én úgy gondolom, hogy szerintem bárki, aki programozott közülünk, az mondjuk a szabad idejének egy kis részét bátran befektetheti bármilyen nyílforrás kódoprojektnek a jobbá tételére, és tényleg visszaadhat egy kis közösségre azáltal, hogy segít a projekt keretének az előmozdításában. És most én kérdezek először, aztán itt kérdeztek. Kinek jött meg a kedve a szabad szoftveres fejlesztéshez ezeket fel? Mindenkinek! Köszönöm szépen! Kinek is volt? Az marad! Kinek lett a kedve? Senki, egy ember. Ki szeretne közelebb Sysfog NG részleteiről bővebben hallani? Ennyi ember kettő. Lássák fel, azért szeretne. Jó? Ki szeretne közelebb az OpenVRT Wi-Fi router témára hallani? Valami? Ó, ez több mint a fele. Hát, két. És akkor köszönöm a figyelmet, kérdések várom. Ó, három ember. Tessék, álljunk hátra fele. Ja, nekem annyi kérdésem lenne, hogy hamarosan, ugye februárban indul a Google Summer of Code jelentkezés, indul-e a Summer of Code-on a Sysfog NG, mert korábbi években volt ilyen? Rajta vagyunk, igen, ez nem csak rajtunk múlik, de jobb, teljesen gyors a kérdés, gőzelében rajta vagyunk a kérdésen. Király, köszönöm. Következő kérdés? Jó, volt még kettő kérdés, átból. Elsősorban. Az a kérdésem, hogy ez a saját workflow-tok része, hogy ott a sign-off benne volt a commit logban? Igen, Linux kernelettől átvettük ez a fejlesztéstől, hogy tényleg mindig jó állított fejlesztéseket komitáljon be az ember, aki felelősséget vállaljon a munkájáért, amit a közösségbe tesz, és egyszerűen büszkés legyen arra, amit készített. Úgyhogy ezt el is várjuk. Köszönöm a kérdés, Jogos. Igen? Szóval, ha beleindod a kódba azt, hogy fixes a hashtag valamit, igen, akkor azt a pull request elfogadása után fogja zárni, vagy a commit? Igen, amikor bemergődik az a commit, és rákerül a fára, git fára. Tehát amikor már abszolút benne van. Ez is egy kérdés. Köszönöm. Négy kérdés. Tessék? Nekem az volna a kérdésem, hogy ezt már beszéltünk, hogy Git az nagyon öreg, ez meg talán a Sysfog NG annyira talán nem öreg projekt, de hogy nem tudom, hogy mióta open source a projekt, illetve hogy az első pillanattól kezdve GitHub-on volt-e open source, vagy valami, tehát hogy ez a flow, ez mióta működik, és hogy esetleg mi volt előtte? Sajnos az előjétéről nem tudok sokat, azon kívül maga a projekt az 98-ban született meg. Itt, igen. De egyébként teljesen most GitHub-ra kísérlet exportálva, de szerintem olyan Git history-ba vissza lehet menni, meg lehet nézni. A 2007-2008 óta biztosan fel van GitHub-on, úgyhogy már ilyen vagyunk. Azóta biztosan licenceltük, átlicenceltük, szabadra tettük az utóbbi években. Tehát most vezettük be ezt a GPL-GPL konverzációt. Eddig másfajta licenc volt. Közösség szóvá tette az, hogy a proprietary kódváltásokkal neki problémáik van. Tudmásról vettük, és akkor átlicenszettük GPL-GPL-i egységessé. Ez is jogos kérdés, köszönöm. Még kérdés? Addig? Akkor köszönöm szépen a figyelmet.